Többek között ez az étel is a színek, zenék, zamatok elnevezésű rendezvényen készült, ahol vathúst vagy halat használhattak az ételek alapanyagául a főzőverseny résztvevői. A település polgármestere, mint mondja, ritkán fogyaszt vathúst. Mérsékelten szeretem a vathúst. Én nem szoktam választani, hogyha mondjuk esetleg étteremben vagyunk a menüből, de hogyha finom vathús étel készül, és azt tesznek elém, akkor azért szívesen megeszem, különösen a szarvas és a vaddisznóból készült ételeket. Néztem a listát, hogy a különböző csapatok milyen különleges vadételeket készítettek, tehát igen. Ez megfordult a fejemben, mert én is szoktam főzni, még néha vadat is, mert barátaim egyrészt vadászik és szoktak vathúst hozni, hogy is főzök egy sima vadpörköltet, de szerintem ezzel a sima vadpörkölttel nekem itt esélyen nem lett volna, tehát itt olyan receptek voltak és olyan összeállítások készültek, hogy ha tényleg aki esetleg nem kedvelte vagy nem kedveli annyira a vathúst, annak is megjön hozzá az étvágya. Hát még az is előfordulhat, vagy még inkább, hogy jövőre benevezek, és akkor személyes tanácsokat fogok kapni a zsűri elnökétől, aki egyébként tényleg kiváló szakmai tanácsokkal látta el a főzőket, főzőverseny résztvevőit. Mondjuk, hogyha volt trófeja, mert most már ugye színek, zamatok, zenék az új fesztivál neve. Általában a másik főzőversenyen, a város másik főzőversenyen, a Bográcsmester főzőversenyen szoktam elkövetni egy valami egyszerűbb egy tálételt. A rendezvény kulturális programok sorát tartogatta az érdeklődők számára. A helyi koncertfúvósok és a néptáncosok után az ország különböző pontjairól érkezett zenészek szórakoztatták a nagy érdeműt, akik a meleg miatt inkább a fák nyújtotta árnyékból figyelték a színpadon zajló eseményeket. Mondhatjuk azt, hogy ez az első rendezvény, de tulajdonképpen ez már egy 14. rendezvény, ami egy más köntösben, mondhatjuk azt azonos tartalommal, mégis másként került megrendezésre, hiszen a Színek, Zenék, Zamatok fesztiválnak már volt egy elődje, egy nagyon szép természeti környezetben, a Tamási parkerdőben, de úgy alakultak a körülmények, hogy az idei évben ez a városközpontba került át ennek a székhelye. Természetesen igyekeztünk a rendezvényt ehhez alakítani, mert bár a tartalom az adott volt, hiszen a fellépőket, a közreműködőket már hónapokkal, sőt nyugodtan mondhatom azt, hogy évekkel ezelőtt elkezdtük szervezni, hisz a pandémia közbeszólt, és néhány olyan közreműködő is van, akit már 2-3 éve felkértünk. Tehát ez a tartalom alapjaiban maradt, de igyekeztünk kiegészíteni olyan elemekkel, amelyek a városközpontban is megállják a helyüket. A zsűrinek 11 csapat ételét kellett végig kóstolnia, majd felállítania a dobogós sorrendet. Nagyon jók voltak az ételek, ugye az alsó határ az, hogy ne legyen olyan, ami nem adható el. Ez teljesült, tehát mindegyik étel abszolút piacképes volt. Nyilván volt, amelyik egy kicsit jobb volt, amelyik kicsit kevesebb, néhány étel egészen komoly profizmusról vallott, de nekem a legnagyobb öröm nem ez volt, hanem az volt, hogy én mindenhol elmondtam menet közben is az észrevételeimet, meg a végén is, úgy, hogy megbeszéltük. És azok a csillogó szemek, amíg a hibákról beszéltek, és ha felismerték, hogy mi a hiba, ez mindennél többet mond, a fejlődésnek ez a lényege, hogy valaki felismeri, hogy mi az, ami kevésbé sikerült, mi az, ami jól sikerült, és ezt felismeri, garantált a fejlődés. Sok ilyen élmény volt. A magyar konyha egyik alapja a pörkölt, és ezt azért keresztbe kasul, jól-rosszul, de tudják. A magyar konyhán vannak fantasztikus alapanyagok, és fantasztikus ízlehetőségek. Hála Istennek körülbelül a fele volt csak pörkölt, ami nem a pörkölt negatív minősítése, hanem hát szóval lehet mást is. És volt egy-két egészen kiváló, ahol tényleg szóval azért nulláról indítva egy kenyérlepény sütésre vállalkozni, ami sikeres volt a végén, az egy komoly dolog, és ilyen is volt. Tehát több olyan étel volt, amelyik igenis túllépett a pörköltön, és még több lesz majd júniusban, menet közben sok ilyenről beszélgettünk, és reméljük, hogy ez még tovább fog fejlődni. A zsűri jó tanácsokkal is szolgált a főzőverseny szakácsainak, akik maguk vitték a háromtagú szakavatott bíráló bizottság elé ételeiket. Kiválóak a zsűri társaim, tehát abszolút profik ők is. Ezt az igaz, hogy az első 4 helyezettünk ugyanaz volt. Egy helyen volt egy pici különbség, tehát az első 2-ben volt egy pici, aztán megbeszéltük a különböző érveket, teljesen egységes volt a döntés, és még egyszer mondom, az első 4-ben egyetértettünk.
Tehát ezt tessék elhinni nekem tényleg sok-sok-sok évtized gyakorlatával. A zsűrizés egy abszolút objektív dolog. Aki profi, az pontosan tudja, hogy mi az, ami neki ízlik, az a szubjektív, és mi az, ami jó, ez nem az, hogy ízlik vagy nem ízlik, hanem egyszerűen jó. 2022 legjobb vadételét egy olyan páros készítette, akik versenyszerűen először főztek együtt. Egy füstös vaddisznó válogatást készítettünk, igazából háromféle étel készült. Készült egy füstölt lapocka, vaddisznó lapocka, egy mexikói birriának hívják, ami egy hasonló, mint egy pörkölt. Azt takóba készítettük el, és harmadiknak mi készítettünk? Ja, vaddisznó oldalast készült még. Ja, igen. Őszintén szólva, olyan gondolatok merültek föl bennünk, hogy vagy mivel nagyon kicsit elüttünk a megszokottól, ezért ez lehet pozitív is, negatív is. Mi bíztunk a pozitív elbírálásba, és úgy néz ki, hogy ezt a zsűri is díjazta. Hát én úgy gondolom, hogy az oldalas volt az, ami a legtöbbet nyomott a pontozásba. Az valóban egy egészen különleges étel volt. Reggel elkezdtük fölrakni a füstre, és éppen, hogy sikerült elkészülni vele, de azt hiszem, hogy megérte a várakozást. Mind a ketten nagyon szeretünk barbecue-zni, és vaddal még nem dolgoztunk igazából, úgyhogy ez volt az első, de sertéssel már igen, végig gondoltuk, hogy mit lehetne kihozni így a füstön. A rendezvény éjszakában Nyúlon tartogatott még programokat, amikor is a Budapest Bár koncertjét követően fényekkel festették meg a művelődési házat egészen az utca vár végéig.